támogatója a 20 éves Volvo Autó Galéria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, szeptember 8-a van, és 4:18 lesz 2 perc múlva. A stúdióban Ács Gábor. És Gede Balázs. És 0630 20 10 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. És hú, lehet, hogy útinfókat kell nekünk most megosztani a kedves hallgatókkal? Hát, gyanítom. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin. Az arra jutott eszembe, hogy olvastam a szerszámgazda üzenetét, akik találtak ki a B betűs autóbeszállító. Az nekünk is megvolt, csak itt az arányok, ugye, hogy 2500-an hogy kerülnek ott home office-ba, ez volt egy picit izgató. De azt is írta nekünk, hogy a közraktár kinizsi lámpa sárgán villog, és azt hiszem, eddig csak ő írt nekünk közlekedést, de mindjárt megnézem a friss SMS-eket. Igen, viszont az útinform arról ír, hogy araszol a forgalom az M0-as autót északi szektorán, a Megyeri híd és a 11-es főút csomópontja között az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymár körforgalom környékén a belváros irányába és a 31-es főúton Mende térségében. Hát a 10-esen a Solymár körforgalomtól gyakorlatilag az Ürömi úti elágazásig áll, ugye? Az én algoritmusom ezt dobta ki a szokásos. Minden nap szembecsukva lehet mondani ezt. Változó, de igen. A másik, ami talán szokásosnál hosszabb, az Cseperről kijönni. Tehát ott az is hosszúnak tűnik. A Weiss-Manfred úton, de ha valakinek még ezzel kapcsolatban plusz infója van, szeretettel várjuk. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na nézzük, kötelező lett a maszk most már az állatkertben, eddig ugye javasolt volt. Őszintén meglepődtem, hogy csak most. Mármint ugye azt hittem, hogy az ártereken eddig is kötelező volt, de nem. Úgyhogy a tegnapi hír az az, hogy a benti részeken, állatházakban és beltéri bemutatóhelyeken tették kötelezővé. És ez egy vicces kampányt is csináltak, az ősember is hordja, hordjatok ti is maszkot, és bemaszkozták a állatkertben levő szobrokat. Ugye? Igen, az egyik ott van, egy ilyen ősember, a szobor egy teljes alakos, meg kinek... mindjárt mondom, valamelyik tudós melszobra, ha jól rémlik. Szantusz János, igen. Szantusz János. Ő is kapott egy arcmaszkot. Igen, szóval ez nem gyerekek trollkodása, hanem az állatkert akciója, hogy fölhívja a figyelmet a maszkviselés fontosságára, úgyhogy igazából ez az egyik hírünk, és van egy érdekes feszkós ügy Budafokon, amiről a 24.hu számolt be tegnap. Egy jégcsarnok építés, amely nagyon megosztja a helyieket, és nyilván politikai balhé is van belőle. 92 millió forinttal támogatja a budafoki önkormányzat ezt a bizonyos 300 milliós beruházást. Tehát amikor átadták a pihenőparkot, ilyen kondi... Hogy hívják ezeket? Kondi park? Vagy milyen... Nem tudom. Egyébként meg egész jól sikerült, és tök jól nézett ki ott a Dunaparton. Azt hiszem még Tarlos mester adta át. Igen. És... nem tudom. Hát ilyen kondi park. Maradjunk ebben. Nem tudom, most jobban. Cikkbe is kondi parkként szerepel, csak úgy rémlet van ennek valami hivatalosabb neve. Igen. Vagy, de lehet, hogy ez most már teljesen elfogadottá vált. Ezek azok az eszközök, amik ugye szabadtéren ott vannak, és lehet mindenféle nyújtó, nyomó gyakorlatokat végezni, stb. Stb. És tök sokszor már benzinkutak mellett, és ami nekem nagyon tetszik, hogy fáradt utazó, azt mindig mondják, álljál meg, kicsit nyújtózzál, meg mozogjál, és az, hogy még ilyen eszközök plusz segítik ezt, ez tök klassz. Na, igen? És ugye itt most egy jégcsarnok épül, szó nem volt erről még tavaly, és ezt sokan megkérdőjelezik, hogy van-e értelme, illetve sokan összefüggést keresnek. Összefüggést találtak a polgármester, a helyi polgármester jégkorong mániája és e között. Olyan neki a foci, mint olyan neki a jéghoki, mint a miniszterelnöknek a foci, ezt sokan tudják. És ez szerepet játszhat abban, hogy ő is egyébként hokis volt,
és a helyi hoki csapat, a Pest Erzsébeti Farkasok elnöke, az csapattársa volt a mostani polgármesternek, és akkor szépen vissza lehet menni a korábbi kapcsolatokra, és ez emiatt is van ellenkezés, de azt mondják, hogyha jól értettem a cikkből, akkor ez egy próbaidőszak lesz, és nem csak arról van szó, hogy a helyi néhány embert érdeklő hoki csapat ott tarthassa az edzéseit, hanem egy tömegsportra is fogják használni. És egyébként én tök érdekes, az én lányom is elsőskorától hokizni járnak. Igazából nem volt nagyon választási lehetőség, ez volt a sport, amit űzni kellett. Változó, hogy éppen mennyire szereti, mennyire nem, de az iskolába, ahova ő jár általánosba, ott egyébként sokan járnak hokizni, és ugye ez általában ez egy elfogadott dolog, és a többség szereti a gyerekeknek, és van is benne egyébként ráció. Úgyhogy ezt azért fontos figyelembe venni, hogy valószínűleg erről az oldalon nézve ez jó célt szolgálhat, de ezzel együtt ez egy próbaberuházás, és elbontható lesz ez a bizonyos jégcsarnok. Mindenesetre 300 millióért kipróbáljuk, aztán... Hát igen, az még csak vár. Még több is annál, azt hiszem, van egy nagyobb szám is a cikkben, de nagy részt ugye állami támogatásban épül. Mindenesetre a lényeg az, hogy Budafokon ez nagyon megosztja az embereket, főleg azért, mert amikor tavaly átadták ezt a nagy zöld területet, pihenőparkot, akkor még szó nem volt arról, hogy egy ilyet raknak a közelben. Igen. Úgyhogy nagyjából erről szól. Szóval Budafokon a Pest Erzsébeti Hoki Klub. Igen. Hát ez érdekes. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.